Jó napot kívánok, szívem, szeretettel köszöntök mindenkit. Tárnoki Judit vagyok, ugyan már nyugdíjas, de hát azért még mindig régész, azt azért csak nem felejtettem el. A Damjanich János Múzeumban dolgoztam, 2020 tavaszán mentem nyugdíjba. Az az érdekessége ennek az előadásnak, hogy én úgy csöppentem bele majdnem, mint Pilátus a krédóba, ugyanis ez, mint ki is írtam, ez nem az én ásatásom volt. Én egyébként őskoros régész vagyok, de hát azért valamit csak sejtek a gepidákról. A kollégám, régész kollégám Kovács Péter, gyertek nyugodtan. Kovács Péter vezette ezt a feltárást. Maga a helyszín, majd azt egy térképen is megmutatom, ott volt az ásatás helyszíne, ahol most az a kukoricafeldolgozó, vagy pontosan nem tudom mi a neve, annak a területén volt ez a temető. Ez egy teljes mértékben feltárt gepida temető, tehát minden sírját megtalálták, már ez is önmagában egy érdekes fordulat, mert elég kevés ilyen temetőnk van nekünk is, meg országos szinten is. Na, haladjunk akkor. Nyilván az első kérdés az, amit tisztáznunk kéne, hogy kik voltak ezek a gepidák, akikről most az mai előadás fog szólni, és hogy miért én tartom, mert Kovács Péter kollégám, aki az ásatás vezető, és mégiscsak az ő kis ujjában van benne ez a temető, most éppen egy nemzetközi konferencián van, úgyhogy nem tudta elvállalni ezt az előadást. Tehát, hogy kik voltak a gepidák? Hát a gepidák, ugye néhány pontban összefoglaltam a történetüket, azt úgy különösebben nem akarom részletezni, hiszen elolvasható. A gepidák egy keleti germán népcsoport volt, akik itt elsősorban az Alföldön, valamint Erdély területén hoztak létre egy germán királyságot, a 6.-7. század folyamán, igen, 6.-7., 5.-6. inkább, 5.-6. század folyamán. Ott rögtön az első pontban olvasható, hogy ők egy olyan keleti germán dialektust beszéltek, amely a legszorosabb rokonságban a gótok nyelvével áll, és hát azért tettem kérdőjelet az ariánus kereszténység végére, mert vannak nyomok arra, hogy a pogány hitvilág, tehát a germán pogány hitvilág mellett nagyobb tömegben a kereszténységet is felvették a gepidák. Pontosan nem tudjuk, hogy a gepidák milyen vallásúak voltak, de miután a germánok úgy általában ariánus keresztények voltak ebben az időben, feltételezhető, hogy ők is ezt a keresztény vallásnak ezt a vonulatát követték. Ugye, amit aztán később eretneknek minősítettek, az ariánus keresztényeket, eretnekeknek. És ami még ennél is fontosabb, hogy a délvidéken Sirmiumot is elfoglalják, ez egy nagy római város központ volt, egyébként Sirmium, és ez azért érdekes, mert ezen a területen, a Alduna vidékén a római kultúrával találkoztak, és a római hatásokkal találkoztak. Ugye Sirmium még ekkor is egy élő római város volt. Nem sokat kellett várniuk arra, hogy a kelet-római császársággal ellentétbe kerüljenek, ugyanis ugye Bizánccal, a kelet-római birodalommal, mert hogy ők a Balkán felé akartak terjeszkedni, szerény becsésem szerint egyenesen Bizánc felé, de hát az nem sikerült, ugye azért az túl nagy falat lett volna, és Justinianus kelet-római császár a gepida fenyegetés ellen a Dunántúlon élő, a mai Dunántúlon élő másik germán törzsel, a longobárdokkal szövetkezett össze. Hát ez volt az első összeütközés a gepidák és a longobárdok között. Hiába, hogy rokon népek voltak, azért egyáltalán nem volt felhőtlen a két germán nép között a viszony. Annyira, hogy a longobárdok el is döntötték, hogy ők mindenféleképpen megsemmisítik a gepidákat, mert túl nagy fenyegetést jelentenek. Ugye ők a Dunántúlon éltek, a gepidák meg a Dunától keletre eső területen és Erdélyben. Nyilván szemet vetettek Sirmiumra, szemet vetettek az erdélyi királyi központokra, meg egyáltalán erre a gepida területre, és a
És ennek az elérése céljából a longobárdok az avarokkal, az akkor megjelenő, akkor a 560-as, illetve az 560-as évek tájékán a Kárpátoknak a keleti vidékén megjelenő, keleti eredetű, tehát egy Ázsiából származó lovas néppel szövetkezett össze, ezek voltak az avarok. És ezeknek a fővezérével, vagy királyával, így is mondhatjuk, Baján Kagánnal szövetkeztek össze a longobárdok. Hát a avaroknak ez azért, ugyan nyilván a longobárdok azok a gepidákat akarták, tehát az ellenséget akarták megsemmisíteni, az avarok meg be akartak jutni a Kárpát-medencébe, és ezt így tudták megoldani, mert a longobárdok azt ígérték nekik, hogy a gepida területet, ha sikerül legyőzni őket, akkor megkapják a gepidák területét. Az így is történt, 567 őszén volt egy döntő ütközet az avarok és az egyesített avar longobárd sereg és a gepidák között, amikor is a gepida királyt Kunimundot a csatában megölik, és az akkor éppen langobárd király, regnáló langobárd király, Algoi erőszakkal feleségül vette Kunimundnak a lányát, és itt elkövetett egy baromi nagy hibát, amit később erre fizetett rá, ugyanis az esküvőn, az kierőszakolt esküvőn, mert ez egy ilyen megalázás volt tulajdonképpen ez az esküvő, az egész gepida nép ellen szóló megalázás. Tehát az a lényeg, hogy a megölt Kunimund király koponyájából ivócsészét készítettek, ez nagy divat volt ebben az időben, bármilyen borzalmasan is hangzik. Ivócsészét készítettek ez az Algoin, és az esküvőn Rozamundot ebből a csészéből itatta meg. Hát elképzelhetik, hogy ez egy örök ellenséget szült a frissen elvett Rozamund és Algoin között, annyira, hogy egy pár évvel később, egy 10 év se telt bele, Rozamund a Algoinnak a testőrségét valahogy maga mellé állította, állítólag ott összeszűrt a levet a testőrkapitánnyal, és közül akaratról a feleség és ez a testőrkapitány megölték Algoint. Hál' Istennek, én azt mondom, hogy ez egy nagyon érthető dolog volt. Egyébként ezen szoktam mindig, azért is meséltem el ezt a történetet, mert ezen szokott mindig égnek állni a hajam, hogy a fenébe lehet a gepida kerékpárt, ugye ismerik ezt a márkát, amit Tószeg határában gyártanak, hogy a fenében lehet a gepida kerékpárnak Algoin a neve, hát hogy lehet? Hát ő írtotta ki a gepidákat, tehát ne csináljuk már. Na mindegy, Algoin, az egyik típusnak ez a neve, hát készülhely. És végülis a gepidák már ebben a 567-es csatában megrecsennek, megroppannak, ugye szétforgácsolódik a katonai erejük és a népi egységük, és az utolsó szög a koporsójukban, hogy 568 tavaszán, egész pontosan húsvétkor, húsvét után, a másnap, húsvét másnapján, Algoin úgy dönt, hogy az egész népével felkerekedik, hát akkor az még ilyen könnyebben ment, hogy a népvándorláskor időszakában, és Észak-Itáliába vonulnak el, és ott hoztak létre egy királyságot, innen van Lombardia neve egyébként. Algoin azért döntött emellett a lépés mellett, mert ugye amikor megvedik a gepidákat, akkor az avarok nagy örömmel betelepülnek a megüresedett, illetve hát elpusztított gepida területekre, és a longobárd király rádöbben, hogy idáig még csak el volt a gepida szomszédsággal, de az avarokkal már nem fog bírni. Tehát egy olyan ellenséget szabadított a nyakába, a saját nyakában, ami sokkal rosszabb volt, mint a gepidák voltak. Úgyhogy így aztán nem tudtak más tenni, mint hogy összecsomagoltak, és az összes itt élő, Kárpát-medencében élő germán népet maguk alá gyűjtve, egy pár nap leforgás alatt elmúltak Észak-Itáliába. És így aztán a megüresedett Dunántúl is az avarok kezére került, de az már egy más történet. Úgyhogy ebben a 568-as kivonulásban a gepidák
maradéka is elköltözött a Kárpát-medencéből. Hát ilyen címszavakban ennyi volt a gepidák története. A gepidák magyarországi régészete, mint említettem, a központjaik, azok mai Erdélyben királyi központjaik, egyébként királyságot, tehát ők egy gepida királyságot hoztak létre, a gepidák. A királyi központjaik azok Erdélyben találhatóak, Apahidáról és Szilágysomlyóról is, ez két erdélyi város, fantasztikusan gazdag és értékes kincseletek kerültek elő, amelyek ehhez a királysághoz köthetők. Ez ott konkrétan a szilágysomlyói kettes kincsnek az összesített fotója. Ezek a tárgyak, ezek egyébként a Nemzeti Múzeumban ma is megtekinthetők. Ezek közül ezek ilyen piszkos nagy, tehát ilyen 30-40 centis méretű aranyozott, meg aranyozott ezüst, arany és aranyozott ezüst ruhatűző tűk, tehát ezek a párok, mivel közelebb lépek, és akkor megmutatom. Hát ezek azok ezek ilyen fibula párok, amit a női viseletben hordanak, majd a sírleletek között fognak ilyet látni, hát nem ilyen hihetetlenül gazdagot, de szerényebb kivitelűt. És ami ebben az egész együttesben a legizgalmasabb, ez a fibula, ugyanis ez egy olyan speciális készítmény, amilyet csak a római császár hordhatott. Tehát Justinianusnak a ravennai mozaikján látható egy a császár vállán egy a köpenyét összefogó ilyen császári jelkép fibula. Hát valószínűleg ezt pontosan a római császártól kapja az éppen akkor aktuális Gepida király elismerésképpen, vagy a egy szintet, tehát elismeri a római császár, hogy hasonló szinten állnak ők ketten egymás társadalmilag vagy politikailag. A megyénkben, Jászlanykun-Szolnok megyében a Gepida települések ilyen nagyon egyszerű falusias képet mutatnak, tehát ilyen pár házból álló, földbe mélyített lakóházaik voltak, egészen kis települések, és úgy festenek ezek a gepida települések itt nálunk, minthogyha egy nagyon békés, egyszerű, földművelő nép lenne. Csak hogy vannak ezeknek a gepidáknak temetőik is, és ezzel a nagyon egyszerű, földhöz ragadt képpel szemben a temetőik egészen más képet mutatnak. Először is egy nagyon gazdag harcosok vannak el, tehát jól láthatóan harcosok vannak ezekben a temetőkben eltemetve, értékes fegyverekkel felfegyverzett harcosok, és mellettük pedig értékes ékszerekkel eltemetett nők. Tehát nem olyan egyszerű ez a gepidák régészeti megítélése, mert a látszat az csal. Sokkal, sokkal gazdagabbak voltak, és jelentősebb, és főként harciasabbak voltak, mint amiket ezek a békés képek mutatnak. Térjünk rá akkor ez a tiszapüspöki temetőre, ami már említettem, hogy a mostani kukoricafeldolgozó helyén, egyenesen a kukoricafeldolgozó építése miatt került sor erre az ásatásra. Tehát az a pirossal körbekarikázott részen egy 19. századi, vagy lehet, hogy még korábbi 18. századi vízjárási térkép a területről. Ugye a püspöki és Törökszent Miklós is látszik rajta. És ezt a lelőhelyet egyébként Fehér tó partjának nevezik, pontosan azért, mert az a mélyedés, ami eredetileg vízjárt a terület volt, ma már nincs benne, szerintem csak van pocsolya, annak a partján volt ez a temető. Néhány számot összefoglaltam önöknek erről a temetőről, összesen 95 sírt tártam föl. Annyit érdemes tudni, hogy mondom, amit említettem, hogy ilyen kisméretű, a terület, éppen adott területnek a művelésével foglalkozó falusias településeik vannak, viszont nagy temetőik. Tehát jól láthatóan ezekből a kis falvacskákból, tanyákról egy központi temetőbe viszik a halottakat és ott temetik el. Most ez a tiszapüspöki is ilyen volt. A környezetében nincs is település egyébként, tehát nincs
szarmata telep a szomszédban, van több is, de sokkal távolabb. Ott írtam azt a 10 padmajos sírt, majd ezt meg fogom magyarázni, ha odaérünk. Rengeteg fegyveres van, tehát a 95 sírhoz képest 12 kard került elő, 12 kardos harcos, tehát ez baromi nagy arány. A jellegzetes ritus elemei ennek a temetőnek, egyáltalán edényeket is tettek a sírba, nyilván az ilyen ételital áldozat a halott mellé, az a három tojás, az nagyon érdekes, mert a tojás az mindig is, minden korban a termékenységnek volt a jelképe. És a nő, általában a női sírokban, méghozzá fiatal lányoknak a sírjába tesznek tojást, mint egy a termékenység jeleként. Hát szegény ugyan nyilván meghalt, de hát a túlvilágon még azért biztosítani kell számára a termékenységet. Ezek a csontfésűk, ezek nagyon jellegzetes gepida viseleti tárgyak, majd fogunk velük találkozni. Használati tárgyak is voltak a sírokban, elsősorban a női sírokban van orsógomb, csiholó meg kova, az pedig egy ilyen kis bőrből készült tarsolyba tették általában a halottnak a derekát, övéről lecsüngő tarsolyba helyezték el. És ugye a viseleti tárgyak szép számmal kerültek elő ebben a temetőben. Menjünk tovább, megismerkedünk elsőként a temetkezési szokásaikkal. A legegyszerűbb ez az úgynevezett aknasír. Tehát ez a sír, amit ugye ásnak egy különböző mélységű, vagy sekélyebb, vagy mélyebb sírgödröt, amiben belefektetik a halottat. A gepidák mindig, minden esetben, hát a régészek úgy mondják, hogy csontvázasan temetkeznek, de nyilván nem a csontvázat temetik el, hanem a testet temetik el, tehát nincs égetés, nincs halott égetés a gepida időszakban. Az a megfigyelés, hogy minél mélyebb egy sír, annál gazdagabb szokott lenni általában, de mondjuk ez nem teljesen kötelező. Ez a jobb szélső sír, ami ugye láthatóan ő a legmélyebbre eltemetett férfi, ez valószínűleg tényleg egy gazdag sír lehetett, ugyanis kirabolták. Nem akadok fel semmire. Ugye itt a mellkasán semmilyen csont nincsen, ez azt mutatja, hogy rástak a mellkasra a sírrablók, a korabeli sírrablók, és onnan valamilyen értékes tárgyat, hát nyilván elsősorban nemesfény tárgyat emeltek ki a sírból, hát nagyon jól tudták, hogy mit temetnek el, hiszen ott voltak a temetésen, aztán utána kisebbtenkedtek a temetőbe és kirabolták a sírokat. Ez elég gyakori, tulajdonképpen minden őskori és népvándorláskori időszakban, amikor ugye értékes tárgyakat tesznek a halott mellé, ami kereszténység megjelenésével, tehát mondjuk a Magyarország esetében az Árpád-kortól kezdődően már erre semmiféle szükség nincsen, vagy hát nem lehet belőle hasznot húzni, mert a kereszténység tiltja a halott mellé való tárgy eltemetését. Tehát pogány szokásnak minősítik, és sem ékszert, sem egyéb tárgyi mellékletet nem lehet a halott mellé tenni. Hát a gepidáknál ez még ugye nem volt, nem játszott, és ezért aztán kirabolták, gyakorta kirabolták a sírjaikat. A padmajos sírok. Na most érkeztünk el oda, hogy beszéljünk ezekről a padmajos sírokról. Ez egy nagyon érdekes ötlet, többen is alkalmazzák a népvándorlás korában. Az a lényege, hogy ásnak egy sírgödröt, ami itt, ez ugyanannak a sírnak, síról készült két felvétel, tehát ásnak egy mély sírgödröt, aminek az oldalfalába, az itt látszik, ezen a részen, az oldalfalába bemélyítenek egy patkát, vagy egy üreget, és oda temetik el a halottat. Ezt hívják padmajosra, oda teszik be a holttestet. Ezt nevezik padmajos sírnak, most milyennek az értelme? Így próbáltak védekezni a sírrablók ellen, ugyanis a sírrablóknak hát nyilván nem volt sok idejük. Tehát azért az éjszaka legsötétebb óráiban próbáltak hirtelen ráásni a sírgödörre, és azt a néhány értékes tárgyat kikapkodni belőle. Hát ha így egy olyan oldal fülkébe tették be a halottat, akkor a sírrablók eredménytelül ás, mert fölülről nem látszik, ugye csak a sírgödörnek a beásása látszik, és
tehát ezzel a képen is ez vehető ki. Tehát rááshatnak a sírgödörre, de csak az üres lyukat fogják megtalálni, mert a halott az egy fülkébe van becsúsztatva. Itt látszik az ezen a képen, itt van a sírgödör, tehát ezt ássák ki, ez van lemélyítve, itt van kibontva, és itt van oldalt egy fülke, amiben a csontvázat belefektetik. Tehát a sírrablók nem találják a halottat, nem tudják kirabolni. Azért még mindig van rá lehetőség, de a legtöbb esetben nincs annyi idejük, hogy utána furkáljanak a oldalfülkében fekvő halottnak. Ez is egy ilyen padmajos sír, ez is ugyanígy készült, hogy először leásták a sírgörgyöt, és az oldalába belefektetik a halottat. Ez egy érdekes, kicsit olyan oldalfektetésben fekszik ez a holttest, mert hogy még annyit mindenféleképpen el kell mondani a temetési szokásaikról, ez az egyszerű fotókon jól látszik, hogy háton fektetett, nyújtott váz, nyújtott testtel teszik bele a halottakat a sírgödörbe, általában kelet-nyugati vagy nyugat-keleti tájolással, bár ez nem azt jelenti, hogy merrefele van a koponya, a fej merrefele fekszik a sírban, de azért ez nem annyira szentírás, hogy így kell őket eltemetni. Az a tény, hogy ilyen nagyon kifekszik a halott, tehát a válla, szétterül a válla, és szétterül a medencéje, és a lábai sincsenek szorosan egymás mellé téve, ez leginkább arra utal, hogy koporsóban voltak eltemetve. Ezt nyomát nem találjuk a koporsónak, de ez a fektetés, mert ugye más lehetőség az, hogy gyolcsba beletekerik, akkor viszont ilyen szorosan vannak, mint a giszta betemet, vagy összecsomózva, vagy összefásúzva halottak. Ez a nagyon kifektetett, kifekvő csontváz arra utal, hogy koporsóba voltak. És ez szinte mindegyik ilyen módon látszódik. Hát ennek elmozdult a lába, de ez lehet, hogy valami betegségnek a következménye, hogy nem tudták egyenesre kiegyenesíteni a lábát, mert valami medence ízületi problémája volt. A fegyveres sírok, ugye azt emlegettem, hogy milyen rengeteg fegyveres sír volt ebben a temetőben. Itt látszik a legértékesebb gepida fegyver, a spáta, a kétélű kard. Ugye a sírgödörben itt van, nem viseleti helyzetben, tehát nem úgy, ahogy a harctéren viselte, hanem így a jobb vállára van fektetve halottnak. Itt a rajzon is itt látszik, hogy itt van a kardja ennek a harcosnak. Egyébként erre a pasira majd, ez egy férfi sír nyilván, erre a pasira majd visszatérünk, mert ez egy baromi érdekes temetkezés volt, majd részletesebben, mert közelebbről is meg fogjuk látni ezt a férfiút, mert hogy ő neki nem csak kardja van, hanem ez a kard közelről, ugye a jobb vállon fekvő vaskard közelről, itt néhány rekonstrukciós rajzot láthatnak a férfi-női viselet, a temető leletek, sírleletek alapján készült férfi-női viseletről. Hát ez egy, a bal oldalon egy harcos férfiú látható, akinek a sírjában, ezek sajnos nem be kell vallanom, mert nem a Tisza püspöki temető, hanem ez a majdnem két évvel később Tiszaugon tártak fel a Bács-Kiskun megyei kollégák egy gepida, egy nagy 160-valahány síros gepida temetőt, és azoknak a leletei alapján készültek ezek a rekonstrukciós rajzok. Tehát itt egy harcos, akinek pajzsa volt, egy nagy fából készült pajzsa, és a pajzs közepén ott egy vas csúcsa van a pajzsnak. Na ezt találjuk meg a sírba, mert ugye a fa vagy bőrpajzs az elenyészi a földbe, és ennek a harcosnak egy különleges fegyvere volt, egy ilyen kétágú szigony szerűséggel harcolt. Egy idősebb hölgy látható, mint a másik képen, ugyanarról a sírról beszélünk, akinek ugye az övén, amit emlegettem, hogy az övén van a tarsoly, ott ennek két ilyen tarsoly szerűsége is van, plusz az övéről csüng le a tokban elhelyezett kése.
és a köpenyét pedig egy fibula fogja össze. Tehát ezeket a tárgyakat, ami sírból előkerült tárgyakat, így rekonstruálták a viseletet. Most itt megint csak egy harcos férfiút láthatunk, karddal, ez a bizonyos spáta, hosszú, egészen nagyméretű kétélű kard, lándzsával, valamint női sírok alapján készült gyöngyöket, hogy viselték, az övet, hogy kötötték össze. Ez is a tiszaugi temetőből származó leletek. Hát a tiszaugi és a tiszapüspöki leletek, csontleletek alapján arcrekonstrukciókat is készítettek. A baloldali férfi, az a tiszaugi temetőből származó egyik koponya alapján készült rekonstrukció. Ez a legjellegzetesebb germán vonásokat viseli, tehát egy nagy, magas, izmos, hosszúkás arcú, tehát itt tényleg egy ilyen germán férfiú néz velünk szembe, míg a másik rekonstrukció, a rajzos és a koponyáról készült rekonstrukció, az a bizonyos íjjal és tegezzel, illetve csak tegezzel eltemetett íjász, akit még ott az elején emlegettem, akinek ugye kardja volt, egy hatalmas nagy spátája, és tegez volt mellé téve a sírba. Most az az érdekessége ennek a csontváznak, hogy ez egy nagyon keleties mongol vonásokat magán viselő csontváz volt, tehát már az első az is rekonstruálták az ő arcát, mert már az első pillanatban megállapították az antropológusok, az embercsonttal foglalkozók, hogy ez valami keleti eredetű férfiú. Azért is így jársz egyébként, nyilván egy ilyen keleti mongol vonásokat viselő így jársz lehetett. Még az sem lehetetlen, hogy a hagyományosan jó hun gepida a kapcsolatoknak egy túlélője ez a keleti íjász, ugye a hunok azok kitűnő íjászok voltak. Hát egy pár generáció eltelt a hunok és a gepidák között, a tiszapüspöki temetőben eltemetett halottak kora között, de semmi akadálya nincs annak, hogy ilyen hun, tovább élő hun nemzetiségűek is együtt éljenek a gepidákkal. Tehát ez mindenféleképpen érdekes, ez a mongoloid arcot viselő vagy arcolású férfinak a megjelenése. Méghozzá egy ilyen nagyon előkelő harcos képében, mert ez egy nagyon értékes fegyverekkel felszerelkezett férfiú volt. Hát ez egy kis ajánló önöknek, hogyha esetleg a gepida történelembe jobban bele akarnak mélyülni. Ez az átkelők a túlvilágra kötet, ami ott a bal, vagy a, igen, bal szélen ott a belkezem, a bal szélen látható, ez foglalja magába ezt a két temetőt, a tiszapüspöki és a tiszaugi temetőnek a tanulmányát, amiben a szerzők ismertetik az ott feltárt sírokat és a régészeti eredményeket. Ez ahhoz a kiállításhoz kapcsolódó vezető, ami a múlt évben, illetve az idén tavasszal, nyáron járkált itt a két megye között, Kecskemét meg Szolnok között. Sajnos a kiállítás már nem látható, de ez a kiállítási katalógus, ez a Szolnoki Múzeumban megvásárolható, egy ilyen jó vaskos, 6000 forintos kötet egyébként, tehát még csak nem is különösebben olcsó. Hogyha, és ugye ez kifejezetten erről a két temetőről szól, tehát ez a tiszapüspökiek érdeklődésére mindenféleképpen számot tarthat. Én szívemből ezt a két könyvet ajánlom, akik a gepidákkal akarnak ismerkedni. Az egyik az a Bóna István szerkesztésével készült Hunok, gepidák, langobárdok. Ez a neten PDF formájában megtalálható. Így papír alapon szerintem elérhetetlen. Elég régi, 90-es években készült kiadvány. Amit viszont bármikor meg lehet venni antikváriumban, ez a Középkor hajnala, szintén Bóna István tollából, aki a gepidákról és a langobárdokról írta ezt a rendkívül okosan összefoglalt, népszerűsítő kiadványt. A felső kötet középen az a
2000-es évben megjelent vaskos tanulmánykötet a Magyarországi Régészet összefoglalása, ez is megtalálható a neten egyébként PDF-ként, és minden szentnek maga felé hajlik a keze, ez a Szolnoki Múzeumnak a korábbi kiállításának a katalógusa, ami nem tud elévülni, ugyanis hiába, hogy már ez a kiállítás nem látható, de nagyon kitűnő tanulmányok vannak benne a korszakokról, és többek között a gepidák is össze vannak foglalva. Hát egy ásatási képpel búcsúznék Önöktől. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. A jó, lukat beszéltem a suppa. De így beszéltük meg, hogy egy ilyen 40-45 percen keresztül fogom Önöket zsibbasztani, és hogyha valami kérdés merült fel Önökbe, nagyon szívesen válaszolok rá, akár most itt rögtön, hogyha valaki, vagy egy kicsit később, hogyha a beszélgetés közben nagyon szívesen megválaszolom. És hát nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ez a tiszapüspöki ásatáson készült felvétel. Látható, hogy milyen sűrűn fekszenek egymás mellett a sírok, ilyen sorokat alkotva temették el a halottakat. Egy viszonylag kis területen volt egyébként ez a 95 sír, és még annyit mindenféleképpen el kell mondani, hogy ez a 2015-ös év nyarán zajlott ez a feltárás, július-augusztusban, Zoli el tudná mondani, az utóbbi 100 év legpokolibb nyara volt. Az ásatás ideje alatt, én már nem is tudom, hogy valami 3 hét hőségriadó volt, harmadfokú hőségriadó volt, 40-valahány fokos, 42-43 fokos hőségekkel. Volt olyan, hogy a Kovács Peti felhív engem telefonon olyan 10 óra magasságában, hát azt mondja, megmértük a sír mellett a hőmérő, és egy 44 fokot mutat a hőmérő. Péter, azonnal mindenkit összeszedni, beletúrni az autóba, és meneküljetek, mert ott fogtok beleájulni. Gondolhatják, hogy látható, hogy milyen mélyek ezek, keskenyek mélyek ezek a sírok. Hát veszettünk, megszorul benne a levegő, hát itt ott fogtok meghalni, azonnal meneküljetek. Úgyhogy pokoli időjárás volt. Ez a nyár, ez egy emlékezetesen pokoli nyár volt, és az a vicces, hogy a következő évben vagy 2 évvel később ásták azt a bizonyos tiszaugi temetőt, ugye, amiről az a közös kiállítás katalógus készült. Azon a nyáron megállás nélkül szakadt az eső. Tehát egy olyan veszekedett nyarat fogtak ki a kecskeméti kollégák, hogy nem álltak másból, csak a vízszivattyúzásából. Úgyhogy sose jó, tehát az ásatás az egyetlen, tehát májusban kellemes, április végén, májusban ilyen iperedő tavasz időben, meg mit a szeptemberben kellemes ásni, az összes többi az fertelmes. Mert vagy a hó esik, vagy a napsüt, és állandóan fúj a szél. Köszönöm szépen, Léza! Miközben kérem, hogy Farkas László, fáradjon már közelebb és segítsen nekem. Azt gondolom, hogy tényleg egy mindenre kiterjedő tájékoztatót, bemutatót kaphattunk azokról a dolgokról, ami ezen az ásatáson történt, és azzal együtt, hogy kedves munkatársával tiszteljen meg bennünket, ha ideje engedi, és a falunak kereteimből akár az ebéden, akár az egyéb rendezvényen vegyen részt. Én szeretném, hogyha elfogadná tőlünk ezt a csekély ajándékot, és meg tudnánk köszönni valamennyiünk nevében ezt a igazán érdekes és lebilincselő előadást. Nagyon szépen köszönjük. Itt hagyom az előadást, úgyhogy máskor is megnézhetik, mert ezt a PPT-t, amit most levetítettem, ezt itt fogom hagyni. Értek. Jó, és kérem, fogadja szeretettel ezt a kis ajándékot. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm szépen. És egy kis virágot a szeretetünk jeléül, mert azért olyan dolgokat tudhattunk meg, amit eddig csak hallottunk. Köszönöm. Köszönjük szépen. Köszönöm mindenkinek. A meghívást is köszönöm, mert azért az sem utolsó, hogy egyáltalán meghívtak egy ilyen jeles rendezvényre, mint a falunak. Tehát látom, hogy itt nagy. Fasz a csavon. Köszönjük szépen!
2022-ben a Tiszapüspöki falu napon a délelőtt folyamán egy különleges előadásra várták mindazokat, akik érdeklődnek Tiszapüspöki múltja iránt, hiszen a gepidákról volt szó. Dr. Tárnoki Judit, a Damjanich János Múzeum régésze tartotta az előadást, bár az ugye az elején számunkra kiderült, hogy konkrétan magán az ásatáson olyan sűrűn nem vett részt. De mindent tudott róla, és erről szólt. Hát, éppen nem volt egy órás az előadás, egészen sokan érdeklődtek iránta, de aki nem volt. Kik is azok a gepidák, és hogyan is kötődik maga a település, illetve mi köze van Tiszapüspökinek a gepidákhoz, illetve mikor történt maga a feltárás és az ásatás? 2015-ben történt ez a feltárás, erre úgy került sor, hogy amikor ezt a kukorica feldolgozó általunk így ismerjük, vagy így nevezzük, gyárat kezdték volna építeni, hogy a törvény előírja, hogy minden beruházás előtt örökségvédelmi kutatást, felderítést kell végezni, és hát ezen a területen is megtörtént ez az előkészítő munka. Ez gyakorlatilag abból áll, hogy gyalogosan bejárjuk a területet, és a felszínen szedhető cserepek, a szántás által felforgatott cserepek alapján próbáljuk meghatározni, hogy milyen korszak fogott előkerülni. Hát tudtuk, hogy ott lesz egy népvándorláskori település, egy másik népcsoportnak a települése, és amikor ezek a cserepek, egy szarmata volt egyébként, amikor ezek a cserepek előkerültek, akkor egy pár 8-10 kutatóárkot is nyitottunk ezen a területen, és akkor derült ki számunkra is váratlanul, hogy nem csak ezek a szarmaták laktak azon a dombháton, ahol most a kukoricafeldolgozó van, hanem ott található egy gepida temető is. Most ezek a sírok olyan mélyre vannak ásva, hogy a sima földművelés nem forgatja a felszínre a leleteket, ezért nem találtuk meg a terepbejárás során, ez csak a próbásatást tudta felderíteni. Na, az így került sor a feltárásra 2015 nyarán az építkezést megelőzően. Most ezek a gepidák, ez egy 6. században az Alföldön, Erdélyben és az Alföldön élő germán népcsoport volt egyébként. Egy királyságot hoztak létre ezen a területen. Egészen a 6. század második harmadáig éltek itt a Kárpát-medencében. A megyében több lelőhelyüket is ismerjük egyébként, de ilyen nagy sírszámú, 95 sír került elő ebben a temetőben. Ilyen nagy sírszámú temetőjük, már még ezen kívül csak egy van a megyében feltárt gepida temető. A Szolnok mellett a repülőtér térségében került feltárásra még az 50-es években. Tehát valójában 1952 vagy 54 óta ilyen nagy gepida temető még nem került elő. Pár sír az igen, de ilyen nagy temető még nem került elő, mint ami itt Tiszapüspökiben volt. És mi mindenre bukkantak a temető feltárásakor a sírokban? Tehát mi az, amit sikerült megmenteni? Összességében el kell róla mondani, hogy ez a temető valójában nem egy kiemelkedően gazdag temető, egy vagyonos középrétegnek a temetője. Tehát nem a leggazdagabb előkelőségek vannak itt eltemetve, azok a Szolnok-Szandai temetőben voltak. Ez egy jól szituált, de középrétegnek a temetője. 95 sírból számos fegyveres harcos került elő, közel 30 vagy 31 néhány harcos férfi sír került elő. Hát ezt onnan tudjuk, hogy fegyver van a férfi sírokban eltemetve. Karddal, lándzsával, késsel, pajzsal temetik el ezeket a harcos férfiakat. És hát nyilvánvalóan ezeknek a harcos férfiaknak a párja is ott fekszik ebben a temetőben, azok a női sírok, amelyekben értékesebb ékszerek kerültek elő. Elsősorban a jellegzetes gepida viseleti tárgya, úgynevezett fibula, ami ezekből a női sírokból előkerül. Ez egy ruhatűzésére szolgáló tű egyébként, egy nagyon díszes tű ez a fibula, olyan szerkezetű, mint manapság az iherejsztű. Tehát valóban a felső ruházatot fogják vele össze, de sokszor egészen különleges nemes anyagból, aranyból, ezüstből készítik ezeket a tárgyakat. Hát itt ebben a temetőben bronzból készült fibulák voltak, de ezek presztízsükben a harcos síroknak megfelelő női sírok voltak. Azt lehet-e tudni, hogy mennyi időt töltöttek itt a gepidák?
Ez egy rövid periódusa egyébként a Gepida korszaknak, hát ez azért ez egy 100 évnél is hosszabb időszak, amíg itt éltek az Alföldön a gepidák. Ez egy olyan egy generáció, két generáció, tehát egy 50-60 évnek a vagy inkább kevesebbnek, egy 40-50 évnek a időszakát képviseli. Hát a beható vizsgálatok is, a leletanyagnak a kor meghatározása is ezt erősíti, hogy egy környékből tehát a környékben lakó kisebb-nagyobb településeken, inkább kisebben, egyébként a Gepida települések, azok jellemzően ilyen falusias települések, viszont ez a népnek az összetartását a temetők mutatják, hogy itt a környékben lévő kisebb Gepida településekről egy nagy közös temetőben temetik el a halottakat. Mi lett a gepidák sorsa? Hát a gepidák, igen. Hát a gepidák azok úgy jártak, hogy újat húztak a velük egy időben a Dunántúlon élő másik germán királysággal, akik a langobárdok voltak. Igazából az történt, hogy a langobárdok vetettek szemet a gepidáknak a területére, különösen a délvidéken a élő terület, vagy ott birtokolt területükre, azt szerették volna megkapni, mert az egy végül is az a terület, a Sirmium térsége, az a terület egy ilyen késő római civilizált része volt a volt Európának, és a langobárdok azok egy nagyon érdekes szövetséget kötöttek akkora Kárpát-medence keleti peremén megjelenő avarokkal. Sokak által valószínűleg ismert keleti lovas nomád néppel, akik közvetlenül a magyar honfoglalás előtt éltek a Kárpát-medencében, de még akkor, tehát akkor még kívül voltak a Kárpát-medencén, és a langobárdok összefogtak ezekkel az avarokkal a gepidák ellen. És egy ilyen egyesített támadásban legyőzték a gepida sereget, megölték a királyukat, és így szétesett a Gepida királyság ezzel a mindent elsöprő támadással, és Alboin langobárd király a szövetségért cserében az alföldi és az erdélyi területeket átengedte az avaroknak. Csak hogy ezzel egy nagy hibát követett el, erre rendkívül gyorsan egy fél éven belül rájött, amíg a gepidákkal ő évtizedeken keresztül el volt, nem biztos, hogy szerették egymást, de éltek egymás mellett viszonylag békében, az avarok a legveszedelmesebb szomszédság volt. Tehát azt rögtön látták, hogy ezek nem fognak itt megnyugodni és békében élni a langobárdok mellett, úgyhogy a langobárd király összeterelte a népét, valamint az összes csatlakozó germán népcsoportokat, és egy pillanat alatt összepakoltak, és a mai Észak-Olaszországba, Itáliába elköltöztek, a mai Lombardia területére, és hát ebben a nagy költözködésben, nagy germán kivonulásban a gepidák maradékát is magukkal vitték, az avarok pedig az egész Kárpát-medencét elfoglalták. Ez lett a vége a szegény gepidáknak, hogy ugye legyőzték őket, majd a maradékot elköltöztették Észak-Itáliába. És akkor így a riportunk végére. Most itt a környéken zajlik valamiféle feltárás, akár tiszapüspöki, akár Törökszent Miklós, akár Szolnok környékén? Hát most a legnagyobb munka, amiben benne van a Damjanich Múzeum, az a M4-es autópálya folytatása kelet felé, és most ott egy több tizenvalahány hektáron zajló feltárás. Tehát a feltárandó terület haladja meg a 15 hektárt, tehát nem a nyomvonal, mert az nyilván sokkal nagyobb, de maga, amit fel kell tárni, nem is tudom, amit tizenvalahány lelőhelyen zajlik éppen feltárás, és hát ez nem tiszapüspöki, hanem Törökszent Miklós és még a keletebbre eső területek, de hát most ebben vannak belefulladva a kollégák, és még lesznek is egy jó pár hónapig, mert ez óriási nagy munka. És itt mit találnak? Hát mindent. Egy ekkora felületen, ekkora területen már mindenre lehet számítani. Mi tagadás, nem tagadom, hogy a legtöbb azért mindig a szarmatákból van, ebből a bizonyos keleti eredetű lovasnomád népből, akik olyan nagyon sokáig nem éltek itt a Kárpát-medencében, egy 400 év körülbelül, de valami olyan hihetetlenül sokan voltak, és ilyen
megszállott gödörások voltak, tehát megállás nélkül gödröt ástak, valami egészen elképesztő. Úgyhogy az a településük, amit itt a négyesnek a már meglévő szakaszánál 2014-15-ben tártunk fel, az egy 11 hektáros szarmata település volt, ott több mint 5000 gödör volt. Tehát nem tudom, ami őrült. Voltak. Hát ezek a gödrök, ezek egyébként eredendően élelemtároló vermek. És amikor már nyilván minden évben újabbat és újabbat kell ásni, hát nem lehet éveken keresztül egy olyan gödörben tartani a gabonát, amit az egerek is megtalálhatnak, úgyhogy ezt mindig újra és újra kezdték, és amikor egy-egy ilyen verem, élelemtároló verem kiürült, akkor meg szemetes gödörnek használták. Azon a területen, ahol mi ástunk, ott valami 51 néhány épületet, tehát házat, lakóházat találtunk, és a másik 5000 az meg gödör volt. Ezek a szarmatákon, nagyon, és ugye most is ez a helyzet, hogy nem lehet úgy egy kutatóárkot nyitni az Alföldön, hogy szarmaták ne legyenek benne, úgyhogy most is elsősorban, de van benne őskor, van benne avarok, vannak honfoglaló sírjaink, ha nem is túl sok, de van egy pár darab, izgalmas avartemető feltárása zajlik, van egy részkori temetkezési hely, ami beleesik ebbe a nyomvonalba, most majd építendő négyesnek a nyomvonalába, azt is fel kell tárni, úgyhogy van munka bőven. Én köszönöm szépen, és hát akkor jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönjük. Mi is nagyon szépen köszönjük.